gumicsónakok úszkálnak a Tisza-Martonosi szakaszánál. Ezekkel próbálnak meg átkelni az éjleple alatt a migránsok Magyarországra. A napokban a helyi halászházat is feltörték, és néhány napig ott tanyáztak. Két magát irakinak valló fiatal férfi éppen a Tisza holtágának nádasából sétált ki, miután ott sem tudtak átjutni Magyarországra. Elmondásuk szerint már hosszabb ideje az elhagyott, egykori martonosi határőr laktanyában húzódnak meg. Horváth Gergely, a martonosi helyi közösség tanácselnöke azt mondta, pontosan tudja, kik szállítják a településre az illegális bevándorlókat. A faluból vannak olyanok, akik vezetik őket, mivel tudjuk, hogy a koszovói romák olcsó házakat vettek meg, és 15-ben is ők voltak azok, akik legjobban foglalkoztak ezekkel a munkálatokkal. Hozzátette, az embercsempészek becsapják a migránsokat, mivel a Tisza holtágának túloldalán is kerítés van. Az úgynevezett élő folyó túloldala Martonosnál pedig még mindig Szerbia területe. Magyar Kanizsánál azonban már más a helyzet. Az egyre hidegebb éjszakák ellenére általában több helyen is 15-20 fős csoportokban sátoroznak le a Magyar Kanizsa környéki erdőkben a migránsok. Az illetékesek elmondása szerint a Tiszán próbálnak meg leginkább éjszaka átkelni Magyarország irányába. Azt mondják, hogy nagyon sok gumicsónakot felvásároltak a magyar kanizsai üzletekben. Nincs családja, se senkije, mondja egy magyar kanizsa környéki erdőkben bujkáló, magát irakinak valló férfi. Az óriási gondok elől menekült el Irakból, és ingázik Magyarország és Szerbia között, amint valahogy átjut, ismét visszaküldik. Sátrakban alszanak, hotelbe nem engedik be őket. A népkertben található egyik illegális sátortáborban éppen tüzet gyújtottak, melegedtek és ebédet készítettek a migránsok. Állításuk szerint Szíriából jöttek, két pici gyerek is velük volt. Őket a Magyar Kanizsai Őrzővédő Szolgálat munkatársai a Szabadkai Befogadó Központba irányítják át. Szombattól ugyanis az önkormányzat megbízásából járőrözés indult a városban, mondta Lackó Róbert, a Magyar Kanizsai Helyi Közösség tanácselnöke, a helyi válságstáb vezetője. Az első reggeli patrulát már megtettük az újonnan szervezett őrzővédő szolgálattal, amit az önkormányzat szervezett, és hát tartózkodnak a környező erdőkben, sátoroznak körülbelül egy 15-20 ember jelen pillanatban, és amiről biztos tudunk, hogy az éjszaka egy 25-ös csoport tovább állt, valószínűleg a Tiszán köröztül, hiszen a Tisza sáv mellett véltük őket megtalálni, de ők már indulóba voltak. A járőrözés ellenére kisebb csoportokban mégis megjelentek szombat délelőtt illegális bevándorlók Magyar Kanizsa központjában.